A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai, a Jászhegyen Szolnok megyei rendőrfőkapitányság Tisza Megtó bevetési egységeivel közösen 2022. szeptember 6-án délután Jászladány településen két helyszínen tartottak kutatást, majd elfogták és előállították a rendőrkapitányságra egy 56 éves nőt és 38 éves lányát, valamint egy 47 éves férfit. A megalapozott gyanú szerint az idősebb nő megállapodott a férfival, hogy rendszeresen vásárolt tőle új pszichoaktív anyagot 10 000 forint per grammáron, melyet a lányával kiporciózva a helyi fogyasztóknak tovább értékesít. Ez év márciusától folyamatosan heti rendszerességgel történtek a szállítások, majd a két nő gyanúsított az anyagot alufóliába csomagolva egy 2 000 forint per adagáron adta tovább. A rendőrök az ingatlanban végzett kutatás során összesen 26,44 g fehér és zöld színű kábítószergyanús anyagot, a férfi lakásán pedig készpénzt találtak, amiket lefoglaltak. A nyomozók a trió tagjait gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbevételükről határoztak, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A Jászberényi Rendőrkapitányság bűnszövetkezetben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetése miatt folytat eljárást.